Sziasztok, én Pityu Geri vagyok, és ez itt a Farmeremának a 11. része. Sziasztok, én Pityu Geri vagyok, és ez itt a... Sziasztok, én Pityu Geri vagyok, és ez itt a Farmeremának a 12. része, melyben a manufaktúráról fogunk egy kicsit beszélgetni, illetve be fogom nektek mutatni, hogy hogy is működik ez az egész. A varaskert mintájára épp lesz az egész történet, tehát hogyha esetleg valaki még a varaskertes videót nem látta volna, az ide kattintva most megteheti, a varaskertre kattintva, és akkor most térjünk át a manufaktúrára. Ha esetleg valaki nem látta volna, most egy részletes ismertető fog következni a varaskerttel hasonló módon. Tehát, hogyan szerezhetjük meg? Először is 500 csillag szükséges hozzá. Igen, tudom, rengeteg. De egy 2x2-es területen nem egy, hanem 4 darab műhelyes ól fog elférni, ami azt jelenti, hogy felszabadul neked 12 darab egyszer egyes terület, ami akár egy számottevő mennyiség tud lenni például eventeknél. Lehet, hogy egyel kevesebb vetési, aratási sorra van emiatt pont szükséged, ahhoz, hogy elvégezd magát az eventet. Tehát akár órákat meg tudsz vele takarítani. Ezért ez egy nagyon fontos dolog lehet számodra, de ezt természetesen mindenki magának számolja ki. Én nem tettem meg, én merem feltételezni, hogy ez tud ilyen hasznos lenni, főleg, hogyha már a vadaskerttel is alkalmazom. Na most miért ne váltsd ki a füvészkertet? Nagyon egyszerű oka van. Lehet, hogy olcsóbb, de a 4 darab egyszer egyes területet foglal el ugyebár, ami 4 fájé. Viszont csak 6 fát lehet beletenni. Hogy érné meg, ha arra 4 helyre 16-ot lehetne rakni? Ez a 6, ez így eléggé soványka, szerintem ti is érzitek. Tehát ez így maximum 100 csillagot, ha megérne. Bár szerintem annyit se. Esetleg 50-et. Ezért a manufaktúrát váltom ki, pedig amúgy a füvészkertet szerettem volna. De hát ez van. Kiváltottuk a manufaktúrát, és akkor most nézzük, hogy hogy is néz ki ez az egész felhasználás szerint. Itt van létrakészítő műhelyből 5 darab, most learatom őket. Amúgy csak azért vettem meg őket, hogy tudjam valami aktuális dolgon szemléltetni nektek ezt a működési dolgot. Na most. Leszerek 4 darab létrakészítő műhelyet. Kiteszem a manufaktúrát. Mondjuk ide. Vagy helyezzük mondjuk a békát ide, és akkor a manufaktúrát ide. Amúgy nagyon szépen meg lett oldva grafikailag, szerintem nagyon szép. És akkor már ennyi helyünk fel is szabadult. Lehet rápakolni a fákat, ólakat, bármit. Én, mint láthatjátok, most fázok nagyon. Illetve, hát jó, ebben a melegben nyilván nem lehet fázni, de értitek, tehát fákat pakolgatok ide. Tehát, hogy is működik ez az egész? Rákattintasz majd a fogaskerékre. Rendben, itt jön egy ismertető, de ez most minket nem érdekel. Hozzáadjuk a műhelyként. Tehát 4 helyünk van. Ebbe többféle műhelyet belepakolhatunk, amennyit akarunk. Viszont azzal számolnunk kell, hogy ugye egyszerre etetjük, trágyázzuk, aratjuk, itatjuk őket. Tehát mindenből annyit fog levonni tőlünk tápügyileg, vízügyileg, szupertápügyileg, trágyaügyileg annyit fog adni, amennyit azok az ólapok adnának. Lehetőleg úgy dolgozni, hogy ugyanolyan érési idejű műhelyes ólakat pakoljatok bele. Éppen ezért én 4 darab létra készítő műhelyet fogok beletenni, mert én így látom a legegyszerűbbnek, és ez 11 órás érésidő, ami azért valljuk be nem olyan hosszú. Tehát naponta kétszer aratható lesz. Rendben, ez készen van, akkor egyszerre meg tudjuk itt etetni. Tada! Egyszerre meg lehet itatni. És közben, amíg a másik oldalban csak egyet termelek 11 óra alatt, illetve csak 7.32, mert hát most annyi, addig itt 7.32 alatt már 4-et. Tada! És természetesen a tapasztalatpont is 4-szeres, ami jön belőle. Ez is egy fontos dolog. Tehát tulajdonképpen semmilyen hátrányt nem fogunk szenvedni, amiatt, hogy manufaktúrába pakolgatunk. Éppen csak, hogy több helyünk lesz. A TP ugyanaz, a termés ugyanaz, minden ugyanaz. Na most fejlesztésről is lehet itt beszélni, ugyanis sárga és narancs fejlesztése szintén van ennek, viszont ehhez szükségeltetik fúrógép. Mi a baj a fúrógéppel? Az életben nem akar felröppenni. De tényleg, soha. Hogyha neked összejön belőle 8 darab, akkor összejön majd a sárga fejlesztés, amivel nem 4, hanem 6 darab ilyen ólad lehet bent, ami nyilván már egy sokkal jobb, illetve a narancs fejlesztéssel pedig már 8 helyed lehet. Illetve kellenek még hozzá építési tervek, ami a jelen esetben a manufaktúra építési terve. Ez a varaskertnél a varaskert építési terve. Honnan lehet ilyen építési terveket szerezni? A varaskerthez, mint láthatátok a másik videómban, ugyebár itt vannak a tervek.
A különböző feladatokat megoldva néhány darabot kaptunk mindig belőle. A manufaktúrával sincs ez másképp, hogyha beadok most 1,5 millió csép értékben állatot, akkor kapok egy építési tervet, és ez így megy tovább, csak sokkal egyszerűbb feladatokon keresztül. Parkás cuccal, illetve növényekkel. És amúgy jó TP-t ad. Szóval lehet, hogy azért eddig érdemes lenne elmennem. Mindjárt megnézzük, hogy mire vannak lehetőségeink. Hát, delekik. Én nem azt mondom, hogy tenyészállatokból kéne, mert az drága. Egy számológépet ilyenkor mindenképpen vegyetek elő. Én most gyorsan elindítok egyet. És számoljunk. 1,5 millió CP értékben kell beadnunk. Tehát akkor, hogyha mondjuk én ezt a 2399-et beadom, akkor 187 ezerrel egyenlő, ami nulla. Tehát mondjuk akkor nézzünk meg egy lovacska. Úgy de kevés. Hát igen, nem vagyok egy nagy hatalom ebből a szempontból, de tenyészállatból se állok a legjobban. Főleg ha azt nézem, hogy a 120 ezer értékű minimálcot el tudom adni 900 ezer csépér a piacon, a fene fogja bedobni ide. Mert egyszerűen nem éri meg. Más kérdés, hogy kapok egy rakás TP-t, de tényleg egy rakást. Egy akkora rakást, ami már nem rossz. Hát igen, ez a rész, ez nem annyira jó. Itt viszont szintén megint jó TP és CP jön, tulajdonképpen csak növényekért, meg fatermésekért, ami nagyon jó. De addig el kell először jutni. Gondolom ez a jutalom azért, amiért szenvedsz. Nos igen. Mit lehetne erről még beszélni? Nem sok mindent. Szóval, hogyha esetleg valamit kihagytam volna, amit a varaskertes videóból láthattok, akkor mindenképp nézzétek meg, mert a varaskertes videóban szerintem jobban össze tudtam ezt foglalni talán, vagy pont most tudtam gyorsabban és jobban összefoglalni. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik verzió játszik. És akkor lássátok, hogy itt van a varaskert is, és benne dolgoznak a nyulak. A neon nyulak. És itt a fejlesztéshez, igen, mint mondtam, egy árva fúróm nincsen, tehát ebből nem lesz sárga fejlesztés mostanában. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, iratkozz fel, amíg nem tetted meg, és írd meg kommentben, hogy neked megvan-e a manufaktúra, a varaskert vagy a fűvészkert, illetve egy farmnevet is írjál mellé, mert hogyha ezt megteszed, akkor a videó kikerülése után 2 nappal egy szerencsés kisorsolok, aki egy általa választott terméket kérhet tőlem, CP értéktől függetlenül. Hol vannak ezek a termékek? A piacon a termékek címszó alatt bármit választhatok, bármit, 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 bármit. De csak innen. Nagyon fontos, mert csak ezeket tudom küldeni. Tehát ne kérjetek olyanokat, hogy mit tudom én, kőmadárpagoda, mondjuk. Tehát őt nem fogom tudni elküldeni. Vagy madárpagoda. Nem fogom tudni elküldeni, alapból, mert nincs cserenap. Cserenap lesz a hó végén amúgy, de nem leszek itthon. Tehát még akkor se tudnám elküldeni, és nem is akarom eladni. Mert az enyém. Az enyém! Ha már kipörgettem nagy szerencsésen, már megtartom. Rendben, hát akkor ennyi lett volna mára. Várlak titeket a következő videóban. Köszönöm, hogy végignézted. Pityugeri voltam. Sziasztok!